Az ünnepülésen Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és felkérte dr. Berkó Attila főispánt köszöntője megtartására. A Magyar Államalapítás ünnepén egyszerre kell emlékeznünk a múltra, és egyszerre kell tekintenünk a jövőbe is. Több mint 1000 esztendővel ezelőtt elődeink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert tudták, érezték, hogy a hitnek teremtő ereje és megtartó ereje van. Függetlent, mert csak egy független állam tudja biztosítani a legfontosabb küldetését, megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országában élőknek. A magyar nemzet legnagyobb ünnepén emlékezzünk államalapító királyunkra, Szent Istvánra. Ő megtanított bennünket arra, hogyan teremthetünk magunknak otthont Európában. Olyan otthont, amely védelmet és biztonságot ad, de a védelem és biztonság mellett természetesen folyamatosan építeni és védelmeznünk kell ezt az országot. Szent István mert változtatni a szokásokon, képes volt megújítani az államot. A kor kihívásaihoz képest átigazította a közigazgatást, létrehozta a vármegye rendszert. Az, hogy hamarosan visszaállítjuk ezt a jogintézményt, hamarosan úgy hívják megyünk egyénket, hogy Jászlajkonszolnok vármegye, az egy biztosíték arra, hogy az alkotmányos hagyományai egyformában is tovább éljenek. A vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történeti emlékeik megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. Az ispáni rendszert és Szent István korától tudjuk nyomon követni. Napjainkban pedig ismét visszatért ez a közjogi rendszerben ez a megnevezés, az egyik legősibb és legmagyarabb tisztség. Büszkén viselem ezt a nevet, büszkén teszek eleget ennek a feladatnak, tisztelegve a magyar történeti hagyományoknak, a magyar közigazgatás története előtt. Tisztelt karcagiak! Augusztus 20-a a nemzet megmaradás ünnepe. Legyünk büszkék arra, hogy nagy elődeink nyomdokain járhatunk, de érezzük azt a felelősséget, ami ezzel jár. Büszkén kell vállalnunk múltunkat, és soha ne feledjük, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. A mai világban különösen fontos, hogy legyenek identitásbeli kötődéseink, hogy érezzük, tartozunk valahová. Önök karcagiak őrzik és ápolják hagyományaikat. Büszkék múltjukra, jelenükre és jövőjükre. Tudják, hogy ezen a szikes földön mindig mindenért meg kellett küzdeni. Éppen ezért megbecsülik a megteremtett értékeket, megteremtett autonómiát. Tisztelt ünneplők! Immár több mint 1000 esztendeje Magyarország az otthonunk. Egy olyan ország, amelynek sokszor kellett nehézségekkel szembenéznie. De ezekből a nehézségekből a nemzet összefogásával, az együtt gondolkodással mindig győztesként kerültünk ki. A nehézségek, a válságok, a járványok most sem kerülnek el bennünket. Először egy korábban soha nem tapasztalt vírus, majd egy szomszédunkban zajló háború és annak gazdasági következményei állított és állít jelenleg is nagy kihívás elé bennünket. Ugyanakkor a migráció, az energiaválság és az agráriumot sújtó aszály is jelentősen megnehezíti mindennapjainkat. A pandémia idején viszont megmutatkozott, hogy a bajban számíthatunk egymásra, hogy mi, magyarok, képesek vagyunk összefogni, a másikat támogatni. A magyar kormányzat is ennek szenteli a munkáját, segíti a bajba jutottakat, a veszélybe kerülteket, az állásukat vesztőket, a vállalkozásokat, és ugyanígy segítik az emberek egymást is. A háború okozta gazdasági bizonytalanság leküzdéséhez felelős családpolitikával, rezsővédelmi intézkedésekkel és az ástop rendszerével kaptak mentővet a magyar emberek. Ezekben a napokban sem szűkölködünk feladatokban, hiszen a csapadékszegény időjárás miatt történelmi asszállyal kell megküzdenünk. A hazai termőföld több mint 1 millió hektár területen teljesen kiszáradt. A búzánál elkönyvelt terméskiesés térségünkben és térségünkhöz közel lévő területeken is a kukorica állomány gyakorlatilag megsemmisült.
Az alföldi területeken a gyepek teljesen kisültek, a gazdálkodók nem tudnak legeltetni, nem tudnak a téli takarmányról gondoskodni. Ebből a borzasztó nehéz helyzetből is csak összefogással, egymás segítségével tudunk kilábalni. Elismeréssel adózok megyénk gazdái előtt, hiszen a nehézségek ellenére a Magyarok Kenyere programban is jelentős számban vettek részt, és a korábbiakhoz képest ugyanolyan mennyiségű búzát adtak össze, mint a korábbiakban. Jászlajkos Szolnok megye korábban is az egység megtestesítője volt. A jászok, a kunok, a szolnoki és környékiek, a tiszazugiak együtt építjük ezt a vidéket már hosszú évszázadok óta. Örvendetes, hogy ezt újra és újra tettekben is igazoljuk. Soha nem látott összefogásra van szükség a következő hetekben, hónapokban, években. Nehéz időket élünk, ezért mindennél fontosabb, hogy óvjuk értékeinket, a nemzetet, a keresztény gyökeret és a családot. Minden nehézség ellenére én azt gondolom, ennek a napnak az ünnepről kell szólnia, hiszen a lelkükben, mert van hitünk, van erőnk és van kitartásunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jászlajkos Szolnok megye mára az ország egyik leginkább fejlődő, gyarapodó részévé, térségévé vált. Bővül gazdaságunk, egyre többen dolgoznak, fejlődik a sportélet, szépül a megye. Elmondhatjuk, jó itt élni, jó itt családot alapítani. Ezért azt gondolom, hogy országunkban, térségünkben, településeinkben olyan emberekre van szükség, akik ezt fenntartják, ezt az állapotot erősítik, és a fejlődés útját követik. Olyanokra, akik magukénak érzik államalapító királyunk gondolatait, és élni tudnak az ország, a megye és a település adta lehetőségekkel. Szeretnék gratulálni mindazoknak, akik a mai napon kitüntető elismerésben díszpolgári címben részesülnek. Köszönöm, hogy Karcag város és térségének a fejlődéséért végzett páratlan munkájukat. Ne feledjük, közös feladatunk, hogy ezért a helyért, ahol élünk, amit örökül kaptunk, legjobb tudásunk szerint mindent megtegyünk. Érezzük át ennek a jelentőségét, kitüntető szerepét, és legyünk rá nagyon büszkék. Köszönöm, hogy meghallgattak.